Ma sem maradt botrány nélkül a parlamenti munka. Soltész Miklós KDNP-s politikus szerint egy jobbikos képviselő félreérthetetlen módon antiszemita megjegyzést tett Dajcs Tamás EP képviselőre. Nunkovics Tibor tagadta ezt, azt viszont elismerte, hogy bekiabált Dajcs Tamás felszólalása közben. Az országgyűlés keddi az EU-s gazdaságélénkítő csomagról szóló vitájában Dajcs Tamás is felszólalt. A Fidesz EP képviselője arról beszélt, igazságtalan az uniós pénzek tervezett elosztása, illetve annak jogállamisági feltételekhez kötése. Dajcs Tamás arra is kitért, az ellenzéki pártok EP képviselői nem a magyar érdekekre figyelnek, hanem Brüsszelben is a kormányt támadják és vádolják. Azok vádaskodnak, akik ha ma kormányon lennének, akkor a jobbikos új politikai kevelbarátaik javaslatára összeírnák, listáznák a magyar közélet zsidó, illetve zsidó származású szereplőit, amely listázás elgondolásában egyébként semmi kivetnivalót nem talál a főpolgármesterük. Azok beszélnek könnyes szemmel a jogállamiságról, akiknek majd évtizedes kormányzása a jogállamiság rendszer szintű sérelmének időszakát jelentette. Ezt követően az ülést levezető elnök megadta a szót Soltész Miklós KDNP-s képviselőnek, aki arról beszélt, a Jobbik frakció egyik tagja szóban és mozdulatával is zsidózó utalásokat tett Dajcs Tamásra. Nunkovics Tibor teljesen egyértelmű szólást, illetve jelet tett, majd felmutatott az emelvényen beszélő Dajcs Tamásra, őt is a zsidóságával vállalva. Többen látták ezt, amit ön mondott, képviselő úr. Tisztelt! A levezető elnök ezután arra utalt, hogy vizsgálat indulhat az ügyben. Én tudom, hogy ez egy nagyon súlyos kifejezés volt, és ez egy nagyon súlyos dolog. Úgy gondolom, a ház meg fogja vizsgálni ezt a felszólalási. Nunkovics Tibor ezek után azzal védekezett, hogy szerinte ő nem sértett meg senkit, de a jobbikos képviselő azt elismerte, hogy bekiabált Dajcs Tamás beszéde közben. Arra viszont már nem tért ki, hogy valójában mit is mondott. A bekiabálásért elnézést kérek, annak tartalma viszont semmilyen összefüggésben nincs azzal, amit önök itt most állítanak, és ez majd a jegyzőkönyv bizonyítani is fogja. Még 2012-ben a Jobbik jelenlegi európai parlamenti képviselője Gyöngyösi Márton beszélt arról az országgyűlésben, hogy listázni kellene az országgyűlés és a kormány zsidó származású tagjait. A jobbikos politikusnak nem ez volt az első ilyen ügye. 2012. februárjában még az MSZP jelentette fel holokauszt tagadását. A két párt azóta egymásra talált, és a tavalyi önkormányzati választáson már számos helyen közös jelölteket indítottak.